Sziasztok! Ma Lego csímát nézünk, megint speedoros készlet, méghozzá a jégtorony nevet kapta, eléggé leegyszerűsített, mert akkor legalább lett volna, hogy csata a jégtoronynál, vagy jégtorony kihívás pálya, valami hasonló, mert hogy szimplán jégtorony. Mondjuk kártyák nincsenek ehhez a készlethez, ugye, mert ez már nem mai készlet, aztán hát úgy voltam vele, hogy nem is érdekelt, hogy nincs hozzá kártya, mert maga a figura, meg a Speed Orviat vettem meg, ugyanis ő hozzá Windsort kapjuk, meg egész jó fegyvereket, úgyhogy nézzük is meg, de előbb a helyszín. Na, itt található ez a, hát úgymond jeges torony, amúgy helyszínbővítésre is, tehát ez tényleg ilyen pár ezer forintokért lehetett hozzájutni az ilyen régi készlethez. Ugye itt találunk egy ilyen, mindjárt ilyen több részre széthethető ez a helyszín. Ugye mert ennek az a lényege, hogy a kettel játszatok, hogy kitalálja el előbb a tornyot, és akkor ledönteni a mondjuk ezt a kehely, vagy mi ez, és akkor ugye kiesik ez a, hát most legyen ez a csí gömb, de nem, vagy valamilyen ez a golyó. És ugye aki elkapja, az nyer, és akkor utána lehet a kártyákkal párbajozni. Vagy csak simán ilyen, mit tudom én, ötből ki tudja hamarabb megszerezni a csít. Na, ott ugye mert itt is jár hozzá a sok kis, hát nem csígömb, itt ugye csíkristály, nem gömbnek oldották meg. Ugye ez a többes játékmódhoz kell. Illetve ugye Windsornak a speedora, milyen komoly ilyen farkas, a motívum rajta, farkasfej és ilyen két ilyen fűrészszerűség, ugye ami így megtartja magát a speedort. Ugye ezt is szépen így bele lerakni, megy is, jó gyorsan. És ugye itt van maga Windsor, milyen komoly fegyókat kapott, bár sose értettem, hogy fegyver kell a kezébe menet közben, nem tudom, hogy miért, mert ugye elég macerás úgy beleültetni a speedorba, hogy még fegyver is legyen a kezébe. Ígyni, és ugye akkor már száguldozhat is vele. Legalább ez mondjuk stabilabban megáll így ezzel a két elemmel. Nem úgy, mint a, nem is tudom melyiknek volt ez a speedora. Az egyik videóban látjátok, mert már fölvettem jó pár videót előre, csak nem tudom, hogy hogyan lesznek feltöltve, vagy melyik már lehet, hogy már fönn is van valamelyik. És akkor ugye mondjuk kapott, ezzel megy a kezébe, de hát ezt is mire tehát érdekes, így is lehet ugye használni, hogy megy a csatába ilyen lángoló bottal, bár mondjuk ez a fejszer, ez a dupla pengés fejszer, ez azért sokkal jobban néz ki, vagyis hát nekem így a fegyvereiből ez jobban tetszik, aztán mehet ezzel is. Úgyhogy ennyi lenne ez a kis szedbemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!